Megszüntették a készültséget. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatója szerint a Tiszán, a Szamoson, a Túron és a Krasznán is folyamatos a vízszintcsökkenés. Kevesebb a nyelvvizsgázó. Arányait tekintve az érettségizett diákok alig kétharmada kezdi felsőfokú tanulmányait nyelvvizsgával. Közeleg a határidő. Március 20-áig kell érvényesíteni az őstermelői igazolványokat, hogy az érintettek jogviszonya folyamatos maradjon. Megszüntették az árvízvédelmi és jégvédekezési készültséget térségünk valamennyi védelmi szakaszán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatója szerint a Tiszán, a Szamoson, a Túron és a Krasznán is folyamatos a vízszintcsökkenés. A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban sem várható számottevő csapadék, így mindenütt folytatódhat az apadás. Ez lehetővé teszi az ártérre sodort hulladék és uszadék összegyűjtését, valamint a jég és ár okozta károk felmérését. Ezek a felvételek vasárnap este készültek Tiszalöknél. A jégtorlasz már levonult a folyóról, a Tisza folyamatosan apad. A folyó már Tiszabercelnél is visszahúzódott medrébe, ám ez maradt az ár után, hatalmas jégtömbök a parton. A Tisza folyamatosan apad a felső szakaszokon, és minden vízmércén ezeken a részeken készültségi szint alatti vízállásokat mutat, ezért hétfőn este valamennyi védelmi szakaszon a felső Tiszán az árvízvédelmi és jégvédekezési készültséget megszüntették a vízügyes szakemberek. A Szamos, a Túr, illetve a Kraszna folyóknál a vízszintcsökkenés szintén folyamatos, és árvízvédelmi készültség már itt sincsen érvényben. A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban nem várható számottevő csapadék, így mindenütt folytatódik majd az apadás. Ez teszi lehetővé az ártérre sodort hulladék és uszadék összegyűjtését, valamint a jég és ár okozta károk felmérését. Rongálódott hajók, vízügyi műtárgyak, több kár is keletkezett az elmúlt napokban. Erről is beszélt február 13-ai 35 perc című műsorunkban a vízügyi igazgatóság árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályvezetője. Jelentős a kár. Mondjuk mindent felmérni még nem tudunk, hiszen a víz még nem vonult le teljesen. A folyószabályozási művekben is eshetett kár, ezt becsülni tudjuk. Vízmércék, a folyamkilométert jelző oszlopok, táblák egy része azért kidőlt, bedőlt, megsemmisülhetett. Az erdeinkbe, a véderdőbe is jelentős kár keletkezett helyenként. Még a tiszabecsi vízhozammérő szondát is elvitte a jég, tehát az eléggé drága mulatság, illetve nagyon sokat jelent, hiszen a vízhozammérés az például most is nagyon jól jött, hogy most is kérik ahhoz, hogy itt lejjebb tudják modellezni, számolni, hogy mi lesz még nem csak Tiszalöknél, lejjebb a Tisza folyón. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén a belvízzel elöntött terület nagysága nem változott, az továbbra is meghaladja az 5500 hektárt. Arányait tekintve az érettségizett diákok alig kétharmada kezdi felsőfokú tanulmányait nyelvvizsgával. Pár évvel ezelőtt a diákok 80%-a rendelkezett idegen nyelvi bizonyítvánnyal, ez a szám az évek alatt átlagosan 65%-ra csökkent. Ez azért jelent problémát, mert a diplomaszerzés feltétele egy B2-es szintű nyelvvizsga, ami 2020-tól már bejutási feltétel lesz a felsőfokú oktatásba. Szorgalomtól és oktatótól is függően közel 600 tanóra. Átlagosan ennyi szükséges, hogy középfokú nyelvvizsgát tegyen valaki. A diploma átvételéhez már minden hallgatónak szüksége van egy B2-es szintű bizonyítványra, de 2020-tól már a felsőfokú oktatás bejutási feltétele lesz a középszintű nyelvvizsga. A Nyíregyházi Egyetem idegen nyelvi oktató és vizsgáztató központban tavaly 3521-en vizsgáztak. A legtöbben az Origo és a Dexam típusokat választották. Jó nyelvérzékkel sokkal hamarabb fel lehet készülni a nyelvvizsgára. Egy nyelvérzékkel rendelkező embernek a kompetenciás készség az természetesen olyan lesz, hogy nagyon hamar ráérez arra, hogy mi egy idegen nyelvi kommunikációnak a lényeg az anyanyelvihez képest. Arról nem beszélve, hogyha mondjuk egy új latin nyelvet ismer, és egy következő új latin nyelvet akar megtanulni, egy francia után egy olasz, vagy olasz után a franciát, az természetesen nagyot segít ilyenkor.
Az elmúlt 10 évben összesen több mint 1,5 millióan nyelvvizsgáztak az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ adatai szerint. Ebből közel 555 ezeren a 14-19 éves korosztályba tartoznak, ahova az érettségiző diákréteg is. Ha ehhez hasonlítjuk a KSH elmúlt 9 éves statisztikáit a vizsgázók száma szerint, látszik, hogy arányait tekintve 2008-ban rendelkezett a legtöbb fiatal nyelvvizsgával, ez 79%-ot jelent. A többi év átlagai a 68%-ot érik el, a legrosszabb adatot pedig 2014-ben produkálták a fiatalok. Abban az évben a 77 ezer érettségiző diák mindössze 59%-ának volt idegen nyelvi bizonyítványa. Az angol és a német az körülbelül 98%-át teszi ki az összes vizsgának, de az ő, tehát a két nyelv közötti eloszlás az úgy néz ki, hogy kétszer annyi az angol, mint a német. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 98%, akkor ebből körülbelül 60% vagy 65% az angol vizsgázók száma, és 31 néhány% a német vizsgázók száma, és ez a maradék néhány százalék osztozik azon az összes többi nyelven, amiből államileg elismert nyelvvizsgát lehet tenni. A közoktatáson túl több diák választja a magánnyelviskolákat is, ahol szinten kinti az oktatás, csoportokban vagy akár egyénileg is felkészítik a tanulókat. Ezek a tanfolyamok azonban nem mindenki számára megfizethetőek. Az árakat befolyásolja a csoportok létszáma is. Ezek átlagosan 25 ezer forinttól 40 ezer forintba kerülhetnek, az egyéni 45 perces órák díja pedig akár az alkalmankénti 3-4 ezer forintot is elérheti. Március 20-áig kell érvényesíteni az őstermelői igazolványokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint azért kell ezt megtenni, hogy az érintettek őstermelői jogviszonya folyamatos legyen, és értékesítési tevékenységüket idén is jogszerűen végezhessék. Korábban, például 2015-ben is volt lehetőség arra, hogy az őstermelők akár 3 évre érvényesítsék igazolványaikat, emlékeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Rácz Imre hozzátette, a 2015-ös barna színű igazolvány hatályosnak tűnhet, hiszen azon az szerepel, hogy 2017-ben is érvényes, ám a változások miatt már csak az ilyen kártya alapú őstermelői igazolványt fogadják el, ezeket tavaly kapták meg az érintettek. Akik kártyalaput vártottak, azt megpróbáltuk már a nyár közepétől 2016-ra és 2017-re is megérvényesíteni, és nekik is jönni kell a betétlapot érvényesíteni március 20-áig. Aki március 20-áig megérvényesíti és kártyalapú őstermelővel rendelkezik, az januárig visszamenőleg tudjuk érvényesíteni, és nem esik neki olyan időszak, amikor megszakadna ez a jogfolytonosság. Aki 20-a után fog jönni érvényesíteni, annak már csak attól a naptól fogjuk tudni érvényesíteni, amikor itt nálunk megjelent, és a járulékfizetési kötelezettségétnél jelentkezhet 1-2 vagy akár 3 hónap megszakadás is, amit majd a NAV-val más módon fog kelleni rendezni. Ezért próbálnánk mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy az őstermelőt akkor is nézze meg, ha ő úgy érzi, hogy neki hatályos őstermelője van, mert egyébként majd ebbe a kellemetlenségbe fog belekerülni. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 42 ezer őstermelő van, közülük 38 ezeren már új kártyaalapú igazolvánnyal rendelkeznek, az ügyintézéseiket 80 falugazdás segíti térségünkben. Az elmúlt évhez képest idén jelentősen csökkentek az önkormányzatoknak a költségvetésből adható források, mondta a keddi sajtótájékoztatóján Máté Antal, a baloldali önkormányzatok közösségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. A Nyírbátor polgármesteri tisztségét is betöltő politikus szavai szerint 2016-ban a központi büdzséből az önkormányzatokra 672 milliárd forintot fordított a kormány, idén ez az összeg 641 milliárd forint. Máté Antal hozzátette, az önkormányzatok bevételi forrásai csökkentek, a kiadások viszont megnőttek, ezért a helyhatóságok többségének az év végén kiegészítő finanszírozásra lesz szüksége. Legjelentősebb kiadás növekedés értelemszerűen a bérnövekedésből akad, amit a központi költségvetés nem finanszíroz le, ez komoly anyagi nehézségeket jelent, ugyanakkor látni kell, hogy a szociális kiadások folyamatosan nőnének, de finanszírozási oldalról ez nem kezeli a kormányzat, és itt egy nagyon komoly társadalmi feszültség is jelentkezik. Harmadrészt pedig azt kell látni, hogy a nominális értelemben nem növekvő összegek a kiadásokat egészen biztosan nem fogják lefedezni, ezért vagy veszteségesek az önkormányzatok költségvetései, tehát
mínuszosak, vagy pedig olyan bevételekkel kalkulálnak, ami évközben nem fog megérkezni. Baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán a 36-os számú főúton. Egy figyelmetlen kamionos sávváltás közben ütközött egy személyautóval, amit maga elé fordított. Személyisérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. A megszokott programok mellett újdonságokkal is várja idén a látogatókat a Sóstói Múzeumfalu. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. A törökországi edzőtáborozást követően teljes kerettel ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartacus. Weber György együttese a bajnokság tavaszi nyitófordulójában vasárnap a Vácot fogadja a Városi Stadionban. Idegenben szerezte meg 14. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese 86-61-re nyert Budapesten a Kislenke kosársuli otthonában. Az NKS így továbbra is vezeti az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját. Kiemelkedő évet zárt 2016-ban a Sóstói Múzeumfalu. Tavaly 65 ezeren látogattak ki a Sóstó gyógyfürdői látványosságba, 3000-rel többen, mint 2015-ben. A látogatószám mellett emelkedett az intézmény bevétele is, idén pedig a megszokott programok mellett újdonságokkal is várják a látogatókat. Tűzugrásra készülnek a látogatók az év leghosszabb napján a Sóstói Múzeumfaluban. Szent Iváni éjszakájára több százan látogattak ki, ez az egyik legnépszerűbb esemény a Múzeumfalu programjai között. A 2017-es év programjait bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, utóbbi rendezvény sikere is hozzájárult ahhoz, hogy fennállása egyik legsikeresebb évét könyvelhette el a Múzeumfalu 2016-ban. Számokban majdnem 65 ezer látogató látogatta meg tavaly a Sóstói Múzeumfalut, ami az előtti évhez viszonyított 3000 fős emelkedést mutat. Viszont ennél sokkal lényegesebb az a pénzbevétel, amit tavaly a Múzeumfalu generált, ugyanis emlékeim és kutakodásaim szerint a tavalyi év volt a legjobb eddig a Múzeumfalu történetében. Több mint 40 millió forintot belépőjegyekből és különböző bérlésekből, programokból szedtek be a Múzeumfalunak a munkatársai, amihez külön is gratulálok nekik, mert az egész éves munkáknak ez egy nagyon szép mutatója. Az idei szezon április 1-én kezdődik, április 17-én tartják meg a hagyományos húsvéti locsolkodást, május elején pedig a majálist rendezik meg egy világítás történeti kiállítással fűszerezve. Lesz múzeumi világnap, június 5-én tartják meg a pünkösdölést, amit június 23-án a Szent Iváné követ. Júliusban múzeumi világnapot tartanak, a hónap közepén pedig egy új program keretében, elsősorban a gyerekeket várják a Múzeumfaluba. Július 30-án kerül erre sor, és ez egy ilyen 100 forintos gyermeknap is lesz egyúttal a nyár közepén, tehát nem szokványos módon a gyereknapon, hanem nyár közepén, július 30-án gyermekkiállítással várjuk a látogatókat, és azért is gondoltunk erre az időszakra, mert hiszen a Sóstó ilyenkor már, meg Nyíregyházán is azért van már turistaforgalom, és úgy szeretnénk elkészíteni, hogy ne legyen nyelvi akadálya, tehát bárki, bármilyen nyelvű, kultúrájú családú gyerekek jöhetnek hozzánk is, élvezni fogják. A legközelebbi rendezvény a február 18-ai múzeumi farsang lesz. Március 4-én pedig a tavaly is nagy sikert aratott magbőrzét rendezik meg a Sóstói Múzeumfaluban. A törökországi edzőtáborozást követően teljes kerettel ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartacus. Weber György együttese a bajnokság tavaszi nyitó fordulójában vasárnap a Vácot fogadja a Városi Stadionban. A 10 napos törökországi edzőtáborozást követően ismét a megszokott környezetben a Városi Stadion műfüves pályáján készül a Nyíregyháza Spartacus. A Spari 4 edzőmeccset játszott Belekben, orosz, román és kazak csapatok ellen lépett pályára Weber György együttese. A mérleg 2 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség. Az eredményeknél is fontosabb azonban az, hogy a szakvezető jó körülmények között tudta elvégezni a rajt előtti finom hangolást. Minden nap. Tehát a mérkőzések napján is délelőtt tréningeztünk, tehát ezeket a finomító dolgokat, abszolút taktikai jellegűeket még át tudtuk venni a mérkőzések délelőttjén.
aki nem játszott, az pedig tudott egy terhelést kapni, úgyhogy úgy gondolom, hogy az időt meg a lehetőségeket maximálisan kihasználtuk, hát nagyon bízom benne, hogy ennek valóban látszata is lesz majd itt a tavaszi menetelés során. A játékosok szerint is hasznos volt az edzőtábor, mivel különböző futballkultúrákból érkezett csapatok ellen mérhették le, hogy hol tartanak a felkészülésben. Nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, nagy iramokat, úgyhogy nehéz ellenfelekkel játszottunk, és nagyon jó, én úgy érzem, hogy jó eredményeket értünk el. Főleg a játékban láttam nagyon sok javulást, és az, hogy nagyon jól összeállt a csapat. Nyilván ez majd a tétmeccseken fog kiderülni, de én nagyon bizakodó vagyok itt a tavasszal kapcsolatban, mert azt érzem, hogy a csapat nagyon egységes, és jó erőben van, ami nagyon fontos, úgyhogy már nagyon várjuk az első mérkőzést. A szakvezető számára kellemes gondot jelent, hogy szinte minden poszton versenyhelyzet van a kezdőcsapatba kerülésért. Szembetűnő az, hogy minden játékos érzi és tudja, hogy aki jobb teljesítményt fog nyújtani név nélkül, az fog játszani, és ennek maximálisan megpróbáltak megfelelni kint a felkészülési mérkőzéseken, ami számomra egy nagyon kellemes és egyben kellemetlen dolog is, mert nyilván egy edző szeretne egy állandó kezdőcsapatot kialakítani jelen pillanatban. A fejemben megvan ugyan, de ott motoszkál az, hogy úgymond a helyetteseknek szánt emberek is ugyanolyan jó teljesítményt nyújtottak. A tabellán jelenleg 10. helyen álló Nyíregyháza Spartacus vasárnap hazai pályán a 7. helyezett Vác ellen kezdi a tavaszi szezont. Idegenben szerezte meg 14. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese a 15. fordulóban lejátszott mérkőzésen 86-61-re nyert Budapesten a Kislenke kosársuli otthonában. Az NKS így továbbra is vezeti az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját. Az előző mérkőzésen sérülés szenvedő Pap Klaudiával a soraiban lépett pályára a mezőny hátsó régiójában álló Kislenke KS otthonában a listavezető. Az első negyedben 7 pontos előnyt szereztek a nyíregyháziak, amihez a második 10 percben újabb kettőt tettek hozzá Farkasinszky Gyuláné tanítványai. A fordulás után sem változott a játék képe, a rutinos kosarasokat pályán tartó vendégek 8-8 ponttal nyerték a harmadik és a negyedik negyedet, így a papírformát érvényesítve magabiztos 25 pontos győzelmet aratott az NKS. A kadetnek is föl kellett mennie egy mérkőzésre Budapestre, a Beac ellen játszani a kadetbajnokságban, és gondoltuk, hogy a kettőt összekapcsoljuk, és akkor a kislánkel mérkőzés azok lejátszák az idősebbek, a kadettek pedig leülnek a kispadról, hogy a kötelező létszámunk az meglegyen. Ugye annyi volt a veszélyesebb az egészben, hogy a Dia azért az előző mérkőzésen rosszul lépett, megsérült, tehát a hét elején nem is edzett. Kétséges volt, hogy ugyan már mi is lesz, és egyáltalán fogjuk-e tudni játszatni, de tisztán, frissen, üdén beszállt már csütörtökön az edzésbe. Én ugyan nem akartam pályára küldeni, de maximálisan erősödött, hogy ő is játszani akar, így őt is tudtuk játszatni, és a hét rutinosabb játékosunkat forgattuk. Tehát az első percről kezdve mi vezettünk, és igazából csak az volt a kérdés, hogy a végére mekkora arány győzelmet fogunk aratni, meg az volt a lényeg, hogy senki ne sérüljön meg, hogy egy aránylag kemény, agresszív mérkőzés játszottunk a kislenkével. A mezőny legeredményesebb játékosa, a 31 pontig és 28 lepattanóig jutó Farkasinszky Orsolya ezúttal csere nélkül játszva 40 percet töltött a pályán. Nehezebb volt, mert ugye így a csere lehetőségek kisebbek voltak, illetve megszoktuk már azt is, hogy ugye ők is a pályán vannak, őket is próbáljuk ilyenkor akár segíteni is, akár védekezésben, akár támadásban, így viszont ugye csak saját magunkra voltunk utalva. Valamilyen szinten nyilván jó volt, de nem ez a jövő. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 12-3-as mutatóval álló Vasas Akadémiát és Szegedet. Az NKS vasárnap az MTK Budapestet fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Megszüntették az árvízvédelmi és jégvédekezési készültséget térségünk valamennyi védelmi szakaszán. A Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatója szerint a Tiszán, a Szamoson, a Túron és a Krasznán is folyamatos a vízszint csökkenés. A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban sem várható számottevő csapadék, így mindenütt folytatódhat az apadás.
Arányait tekintve az érettségizett diákok alig kétharmada kezdi felsőfokú tanulmányait nyelvvizsgával. Pár évvel ezelőtt a diákok 80%-a rendelkezett idegen nyelvi bizonyítvánnyal, ez a szám az évek alatt átlagosan 65%-ra csökkent. Ez azért jelent problémát, mert a diplomaszerzés feltétele egy B2-es szintű nyelvvizsga, ami 2020-tól már bejutási feltétel lesz a felsőfokú oktatásba. Március 20-áig kell érvényesíteni az őstermelői igazolványokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint azért kell ezt megtenni, hogy az érintettek őstermelői jogviszonya folyamatos legyen, és értékesítési tevékenységüket idén is jogszerűen végezhessék. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 14-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik weboldalunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk. A Kárpát-medence időjárása továbbra is anticiklon alakítja. Folytatódik a csendes, nyugodt, eseménytelen idő. A medence alján hideg, ködös levegő ül meg. A magasabb hegyek e fölé emelkednek, arrafelé napos, enyhe az idő. Az éjjel borult marad az idő, zúzmaráskot képződhet. Húszálingózás, ónoszitálás előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult, helyenként tartósan ködös marad az idő. Legfeljebb jelentéktelen húszálingózás, ónosztitálás fordulhat elő. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra -1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Eleinte még lényeges változásra nem számíthatunk, borult, ködös marad az idő. Pénteken egy hideg front kisöpri a megülepedett levegőt, de hatására erősen felhős vagy borult lesz az ég, és helyenként kisebb esőre is számíthatunk. A front elvonulását követően változékony lesz az idő, több-kevesebb napsütésre mindenütt van esély, és erősödik a nappali felmelegedés. A bálinnapi időjáráshoz termésjóslás kapcsolódik, hideg, száraz idő esetén jó termést vártak a régiek.